milyenek. Gyere be a klubházba, és meglátod. Nem, mert saját akarok venni először, aztán majd úgyis lesz krútali. Ne, a portás szíjat is kicserélhetem, ne már. De. Kicserélhetem egy láncra. A drag race-es motor az nagyon rossz, megvettem. A caucho drag. Aha, azt megvettem. Hát nem is szép, úgyhogy 1 millióért nem éri meg nekem más. Itt én megvettem és kurva gyorsan. Én jobbra számítottam, de a gyomit megkaptam. Most nagy gyorsan, nem bírsz fele kanyarodni. Hát mert drag módon. Ugye Ice, látod én mert milyen ronda. És az még csak a gyári volt. Shitsu defiler. Mondjuk egyenesekben jó, de valami, hogy kanyarodni vele, az haláli. Jó, hogy keci ez a három. Hogy az például az akkumára raktak ki új tuning lehetőségeket. Tényleg? Lol. Nem próbáltam ki. De most komolyan Part of Bikers és kapunk bazd meg izé robogókat, na ne szapassál már. Megvettem mind a kettőt. Ja, van ez egy fagyió bazd meg két típus. Jó, mondjuk a sima fagyiót lehet, hogy le kéne cserélni a sportra és akkor jobban menne majd a izé. Hol vagy Spike-i? Egy kerekes cserény is. Bent vagyok a garázsba most jelenleg. Gyere ki, most találkozunk. Három kerek és motor, nem rossz, el lehet sokat hülyéskedni. Jaj, azt lehet, hogy megveszem majd. Jó, az jó. Na megvettem azt a túlosra, hát is raktam. Durván egy olyan 350-400 kábó betakartam, minden egy festések is. Találkozunk, Spike, gyere felém. Azt tudom, hogy hol vagy. Na, megyek feléd. Na, bazdmeg, gyere felém, mert én most nézem a netet, rendelnem kell egy motort valamit. Az csak a fagyió miatt megyek felé. Na húrke, mit szóltok az új motoromhoz? Nem látom a motorodat, mert kint vagyok. Western Zombie. Hát ez nem az én stílusom egyelőre. Nézzük a többit. Ooooooh, a Nightblade. Ez kurva jó tényleg. És kibaszott jól néz, hogyha feltuningolod, kibaszott jó festés van rá. A Nightblade-re? Igen. Több is. Várjunk, azt mondjátok, hogy az akumát is akkor fel lehet tuningolni? Nem tudom, még nem próbáltam, csak meg akarom majd próbálni. Hát nekem van egy akumám, szóval ugye behívom. Igazából én arra lennék kíváncsi, hogy oké, hogy kaptunk ilyen motorokat most, ráadásul még egy Sanchez-t is, vagy a Manchez, bocs, ez Manchez. De a kérdés az, hogy a tuning lehetőségek azok különböznek, mondjuk egy Avarus vagy egy Nightblade között, de a Nightblade-et azt akkor meg is veszem. Különböznek, mindegyiknél különböző, például nézd meg a fagyilomat a gyerekenedből. Na berendeltem az én rendes garázs. Mi a fasz? Hogy néz ez ki, geci? Jézusom hallott. Ilyenre lehet tuningolni a kibaszott robogót. És még másféle lehetőségek is vannak, kurva sokféle lehetőség. Kb. Ezeknek a motoroknak a tuningúja, mint a Beniznél, csak nem kell rá megvenni, hogy custom legyen, meg nem csak Beniznél, hanem akárhol lehet ilyenre tuningolni, ahol csak van. Tehát egy normális LSC-ben is. Az fasza. Tudom, akkor mégiscsak bemehetek egy motortuningba is kész. Igen. Tehát akkor végül is fuck logic megvenni a izét, a shopot, csak azért, ja, legyen hát, ott igen. Is. Na mindegy, most már elköltöttem a pénzt rá, úgyhogy. Mennyiért vetted Spike klubházadat? Ezt most 1 millióért. Én 1 millió 6-ért vettem az enyémet. Hát figyelj, itt az a probléma, hogy én először vettem 1 millió 3-ért, aztán most 1 millióért. De és így előttem elvész egy kerekre. Kurva jó amúgy, mert most már fellit is lehet rajta faszán cserélni, mert kurva sok új fellit raktak be. Azt most lentebb kell vennem a GTA hangját, mert a kurva rendőrök öregem annyira idegesítőek. Folyton az a kurva rohadt geci szirénázás. Akkor mit mondasz, hogy általában még akkor a akuma is így tuningolható? Nem tudom, meg akarom nézni. Én most hívom le az akumámat. Hát a mocim még nem érkezett meg, úgyhogy kimegyünk. Az új kvadot is nagyon durván lehet tuningolni. Na azt tényleg megveszem. Ja igen, azt még én is kötelezően megveszem még. Megmutassam nektek, hogy néz ki? Ja, jöhetsz, gyere vele, amíg jön a mocim. Várjál, mert most megyek még vissza a klubházamba, mert ott van. De geci, minek mész vissza? Hát küld vissza a motort a garázsba, azt le tudod instant hívni. Azt hogy kell? Ott van a izében, motorcycle, ott van, hogy legerel. Tehát megnyitom az interaction-t, motorcycle club president, és ott a legelső menő, return, personal vehicle to storage. Ja, megvan, street blazer. Geci, azt előtt a kurva rendőr.
Mi? Mennyi idő van még hátra abban az 5 percből? Most járt le. Akkor indíts. De is most már a quadnak nem motor a jele a térképen, hanem egy quad. Na, lekértem én is a Nightblade-et, kíváncsi vagyok a hangjára. Látozom akkor az összes a motoromat ide. Banyek, így hogy levettem a hangját. Na, Szabi, mikor végzel? Mikor végzek? Vagy nem te vagy, nem te foglalod. Faszom, bazd meg, Istenem, kéne az a kurva Norák dolog, de komolyan mondom. Nem merem benyomni, én sem a hacket. Faszom, bazd meg. Annyira idióta is, annyira kállom. Adam Sandler, mikor végez már? Nem rossz a hangja az ennek se. Szép kis rotyogós, imádjuk. Itt egy Night. Az új quadnak is kibaszott jó a hangja. Szóval szállj. Tudj. Jó a rucim. Tényleg ez milyen? Anyád. Mi az a spoiler, geci? Nagyon nagyobb lehetőségek vannak vele is. Azt a kurva hallod. Az elején az éjt a rácsot is lehet változtatni, hogy az milyen legyen, az se gyári, maga az egész kasztélya nem gyári. Bazzik, spoiler egy quadon. És mi a helyzet a három kerekűvel az? Felint, amilyet kocsikra veszel. És ez a három kerekű azzal mi a helyzet? Azt nem vette meg valaki? Valjó, nem vettem azt is, mutassam. Bumi! Aha, de akkor instant itt le tudod hívni, hajrá. Várjál, akkor melyiket mutassam meg? Megvettem a Manchest, megvettem a Hakuchu Dragot, megvettem a Street Blazer, a Red Bike-ot. Várjátok, felmegyek oda, és akkor megmutattam a három kerekűt, akinek mondom nekem a három kerekűt mutasd, arra vagyok kíváncsi. Jó van, akkor mindjárt rátok csatlakozom. Melyiket mutassam? A három kerekű. Annak mi a neve? Hát a fasz se tudja, bazzák, hát még nem jegyeztem meg. Nagasaki valami. Talán ez. Ez a Kimara. Kimaira. Igen, ez az, gyere, itt van. Hát ezen nem sok minden tuningolható, vagy ez most csak egy ilyen stock? Én bárcsa sem minden tuningolható, a festése is teljesen más. Ja, akkor ez a kereket nem lehet rajta változtatni, de amúgy lehet a légbeömlőt, a váltót ki lehet cserélni, az oldalán, ahol forog a bordárszí, azt ki lehet cserélni. Abban nem jön ki a motort, csak a motort, ne a kereket, motort. Van ott hurkül az akkumához, nem lesz hozzá nyúlni. Na jó, én is tuningolok egyet most már. Aztán a videó megint 30 perces lesz. Jó éjszakát! Jó ét, Hali! Belepukkadtam egy kocsiját, én azt egyben meghaltam. Melyiket mutassam még, a Manchest? De most már én is lépek, vagyis na, GTA-ról lépek, majd raffolok egy picit. Jaj, ki gondolta volna. Nem az, én most megyek friss levegőzni egyet. Mit mutassak, milyen motort mutassak, Spikey? Megkajál. Semmiért, én most tuningolok. A Red Bike-ot vedd meg. De várjál, a tuningba hogyan lehet bemenni? Ráülök a motorra, azt begurulok, vagy hogy? E-betűvel megnyomod. E-betűt megnyomod. E-betű. Mármint a motornál vagy bent a... A motorra rá, és is megnyomod az e-betűt. Vagy rajta ülsz a motorra, ami bent, és akkor e-betűt. Bazen, nem a cliffhangerre ülj már főt a pöcs. Aha, megvan. Köszke. Nagyon-nagyon sokféle tuningolási lehetőség van mindegyiknél. Nice. It's gonna be a pleasure to work on this thing. Bodywork frames. Bazza meg, csak nem jó, hogy sötét a motor. It's it now with skin win. If I do say so myself. A Teemo meg a Caitlyn goldos. Bazza. Nálunk is van kettő, a Quinn meg a Yorick. Wow, hát, ja. Ja. És te meg játszol úgy, mint egy goldos, úgyhogy... Hát... Jó, csak azért remélem a videót nem fogja elfigyelni a gyerek. Meg amúgy azt figyeltem, hogy a kocsiknak a külsején változtattak már, mint a színezése. Sokkal jobban nézni ki a kocsiknak a festése. Hát, én nem tudom. Pedig mozgatokra játszok csak a sima, is. Nem a mintás, csak a sima festés. Azért ez szar, hogy a kerekeket még mindig nem tudom megnézni normálisan, amikor váltogatom. Mindegy, majd visszajövök. Tudsz rajta megnézni? Hát úgy, hogy nem tudom normálisan forgatni a kamerát, úgy, hogy lássam rendesen a kerekeket. Én tudtam.
Felhagyíti ez a Hunting Nocturne skin, ez volt jól néz ki. Csoda? Nocturne-nak a skinje. Az nem rossz. Mókágy, ugye. Kurva erős. Én is oda vittem, geszi erős. Mondjuk elején kétszer elkapom és ennyi volt. Ó, a fuel tank, geci. Ez a triple van tank, ez kurva jól néz ki a Easy Nightblade-en. Igaz, hogy alig látszódik, de akkor is. Takuma-szerű motor még kibaszott gyors egyébként. Azt az engine blokkot is lehet színezni. That is hot, if I do say so myself. Azért, geci, tényleg a kipufogók is a kurva jól néznek ki. Főleg ez az utolsó kettő. Nightblade-et csinálsz? Aha. Neki az a mégis a Nightblade-emet, aztán szólj, te kész vagy. Szerintem egyelőre most csak... Ez kurva jó, hogy így lehet kihívogatni a motorokat. Amúgy igen, nekem az kurva, az szinte azt teszik a legjobban. Tehát, hogy végre nem az van, hogy szórakozni kell baznak a izi mechanikkal. Na nézzük a festéseket. Bazd meg, 13 darab? Anyád! Végre megdolgoztak azért az izék, rockstarosok. De kurva sokat dolgoztak. Bazd meg, ez de jól illik rá! Főleg így, hogy lime green festés van. A Green Tribal Flames. Beszarás, de kurva jól néz ki. Bazd meg, nekem élőbe kell ez a motor, hallod. Nem ide, élőbe. Hát a Green Tribal Flames egyértelműen passzol erre a motorra, geci. Nekem is az van rajta. Na bazeg, a Playdben viszont most megjelent a izé. Mind a kettő, rendesen megint. Nem kellett letöltenem az alkalmazást, hát az egyéni rendszámtábla. Örülj neki. Ja, örülök neki. Hát a boss discrank skin egy ilyen golyó megy. Kurva jó skin. Baszki, a kerekek között is mennyi új van. Csak alig tudom megnézni, nem látom, mert a képernyő alján van, basszus. Én látom, én nem tudom neked miért nem jó. Én tökéletesen láttam. Baszki, ez a pókhálós. Ne szórakozz. Az mondjuk azt hiszem GTA 4-ben volt még talán valamelyik izé... civil motorján, vagyis hát így jövja. Ellopható volt, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Hozz ki a motorod, azt mondtad, hogy milyen lesz. Várjál, még tuningolom. Ez a sírükkel is eléggé jó. Még nem. Jó, ezeket meg már ismerem. Hát akkor az a web, hát ez egyértelműen, bár mondjuk 30.400, gondoltam, hogy azt árazzák be a legdrágábbra, geci. Melyiket? Hát a webest, webs. Nem az van. Ilyen regalió. Hallod, nem vitt el a red, a milyen faszomnak a nulla életerejét. You got some sweet wheels. Az viszont érdekes, hogy itt van a custom... Ja, bazd meg, hát csak éppen hogy odarakja azt a miniatűr Atomix-et. Hát bazd ki, az nem, meg se éri ezt az 5000 dollárt így akkor ott. Mi? Az Atomix felirata izére, tudod, a gumira. Én megvettem. Hát jó, csak alig látszik rajta, tehát ez így eléggé sovány. Viszont azért egy dolog még mindig bugos, tudod, ez a Liverinél például már az összeset megnéztem, és nem érez újat, de még mindig ott van a csillag előtte. A Libel, sosem foglalkoztam azzal. Hát jó, mondjuk. Azt hiszem akkor fullan megvan horn, megvan lights, megvan plate, megvan respray, megvan. Akkor jó van, kész van. Húzzad kifele. Ja, húzzad kifele. Bár, bazd meg, még a felnét nem festettem be. Ja, azt még elfelejtettem.
Vagy hát felállni, hülye vagyok a kereket. Ó, aha, szóval, hogy itt viszont nem is a belseje, csak a... a külső rész, úgymond. Az, amit lehet színezni, viszont hol van a green? Mert azért ide most... ez passzolna. A lime green, fasza. Geci. Kurva szép. Hol már ki? Jó, már na, nyugi már na. Látom, neked is ugyanaz a kipufogó van. Ha. Ez egyértelmű. Nekem fekete az egész motor. Nálam lime green, vagy hát a fekete az alap, meg lime green beer lesz szent. A red, red bike-ot vedd még meg. Lembírjátok? Kurva jó a hangja. Akkor megyek fel. First personba még jobb. Ha lenézel a kilométer órára, kurva jól néznek ki ott a lángok. Tényleg, geci. Kurvára, teljes mértében, ez teljes mértében HD textúra. Melyiket mondtad, hogy mit kéne még megvenni? Red bike. Igen. Red bike, miért pont azt? Na kurva jó, figyelj! User joined your channel. Sok lehetőség van erre. Három kerekű lehet, hogy nem veszem meg. Milyen három kerekű motor lenni? Ó, milyen szépen drombol így, amikor üresbe van. Úgymond. Azért milyen rozsdás. A felé is az, bazd meg. Minden rozsdás rajta, ja. Ez csoda, hogy... és kurva sok mindent lehet változtatni. Ez csoda, hogy gurul, tudod. Báj, kiírtam valamit a messengeren. Nézd oh, meg. Ó, okés. Kingus. Ija. Ó, holnap jön az egerem, fuck yeah. Kaptam közben az egeret. Kézi váltót lehet tenni ennek SMS-t. A Red Bike-nak, nézd meg. Valóban. Micsodát? Kéziváltó. Legeci. Mi az a gránát? Ugyanazokat lehet, amiket beliznél lehet a kocsikba beletenni. Gec. Azért ez kicsit beteg. Próbáld ki, indítsd be. Figyeld a border szíjat az oldalán. Ja, forog. Annak is a burkolatát teljesen lehet változtatni. Kiva jó hangja van. Ennek is a tankot is lehet változtatni. Dixkénk eltűnt. Itt vagy, Feri? Ennek olyan kelemes ilyen doromboló hangja van. Most a azért másik raktárnak indítottam azért műveletjét. Ja, hát jó. Mert viszont hallom, hogy recseg. Próbálgattam, hogy melyikre olyan sikerült ez. Még igen, most kinyírlak. Ha majd szem a kettőr, ma kicsaptam a pénzt, akkor már legalább tudjam fullosra rakni mind a kettőt. Jó, na akkor az első motor akkor megvan? Ez az a faszán, szerintem ez lesz a kedvenc motorom. Ha majd szem arra is fordultam, akkor legalább az arra is költsem el.